A nemzeti kisebbségek képviselőinek oktatási jogairól folytattak vitát Kárpátalján. Ungváron kerekasztal megbeszélést tartottak Ukrajna oktatási és tudományos miniszter helyettesével, a helyi önkormányzatok, a kárpátaljai Kijevi, Lvivi, Csernyivci és más régiók oktatási intézményeinek képviselőivel, amelyen több tucat oktatási szakértő vett részt. A találkozó során a résztvevők meglátogatják a helyi kisebbségek nyelvén oktatóiskolákat, köztük azokat, ahol az ukrán mellett magyar, szlovák és román nyelven is folyik a tanítás. A nemzeti kisebbségek iskoláiban és osztályaiban tanuló gyermekeink jogairól szeretnénk beszélni. Gyermekeinknek valóban több nyelvűeknek kell lenniük, és nagyon jó, hogy ismerik az ukrán nyelvet, az államnyelvet és más nyelveket, az anyanyelvüket, legyen az magyar vagy román. Erről is beszélni fogunk, és szeretném, ha mindenki megértené, hogy országunk minden kis polgára, iskoláink minden tanulója köteles elsajátítani az államnyelvet. Megismeri és elsajátítja, és tanulni fogja az iskolában tanulmányai egy bizonyos periódusában. Ami az anyanyelvet illeti, támogatni fogjuk őket abban, hogy anyanyelvüket és egy idegen nyelvet is megtanuljanak. Minél több nyelvet ismer a gyerek, annál jobb lesz nekünk.